Sziasztok! Itt vagyunk az oktató videó sorozatunk negyedik részével, amiben azt fogjuk megtárgyalni, hogy hogyan egykerekezzünk. Az első és legfontosabb dolog, hogy egy olyan területet válasszunk, ahol nem zavarunk senkit, és nekünk se lehet úgymond bajunk, szóval egy hosszabb földúton esetleg elhagyatott helyeken tudjuk ezt gyakorolni. Az a javaslatom, hogy lépésenként haladjunk, és a végére össze fog állni az egész egykerekezés. Az első lépés az lenne, hogy lassú tempónál kicsit megfékezzük a motort, ezzel összekomprimáljuk az első teleszkópot. A második lépés az, hogy miután a féket elengedtük, úgy kezdjünk el hátrajönni, és ahogy jön kifelé a teleszkóp, úgy kezdjünk el kuplunggal egy kis gázt húzni, amivel együtt jár az, hogy felemelkedik az első kerék. A harmadik lépés a hátsó fék használata lenne, hogy amikor elkezdünk egykerekezni, próbáljuk meg hátsó fékkel letenni a motor orrát, és ezzel biztonságot szerzünk magunknak, hisz hogyha tudjuk egykerekezés közben a hátsó féket használni, akkor sosem fogunk hátra esni, és így nem törjük össze a segédvázat, vagy a hátsó sárvédőt. Hátsó fékezés során a lábujjunkkal nyomjuk a fékpedált, ezáltal egy kicsit hátrébb kell pozícionálnunk a lábunkat a lábtartón. Így tudjuk majd jól kontrollálni a hátsó féket, és folyamatosan legyen rajta a lábunk, hogyha úgymond egy kicsit kiesünk az egyensúlyból, egyből rá tudjunk nyomni a fékre. Ha az első három lépés már készségszinten van, akkor elkezdhetjük a negyedik lépést is gyakorolni, ami pedig az lenne, hogy megtaláljuk a holdpontunkat egykerekezés közben, így szépen hátsó fékkel próbáljunk mindig egyre-egyre hátrébb jönni, egyre nagyobbat egykerekezni, és egy idő után megtaláljuk azt a holdpontot, amin folyamatosan szépen lassan tudunk majd hátsó keréken menni. Fontos, hogy figyeljünk arra, hogy ne gyorsuljunk be egykerekezés közben, hisz ebben pont az lenne a nagyon szép, hogy szépen lassan, kontrolláltan tudunk egykerekezni, és szinte lépésben tudunk menni egykeréken a saját holdpontunkon. Foglaljuk össze, hogy miket gyakoroljatok otthon, hogy fejlődjetek az egykerekezésbe. Először gyakoroljátok az első teleszkóp összekomprimálását első fékkel, majd pedig azt gyakoroljátok, hogy mikor jön kifelé a teleszkóp, akkor hátra jöjjetek a testsúlyotokkal az ülésen, és egyből csúsztatott kuplunggal kezdjetek el egy kis gázt húzni, hogy felemelje a motor elejét. A harmadik lépés a hátsó fék használata. Végezetül pedig próbáljátok megtalálni a holdpontotokat, és hogyha már elég jól megy, akkor a 90 fokot próbáljátok megcsinálni. Köszönöm szépen, hogy megnézted ezt a videót, remélem, hogy hasznos volt, tudtatok egy kicsit fejlődni, és legközelebb találkozunk.